Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Lukács evangéliumához kötődik, a 15. fejezetből az 1-től 3, illetve a 11-től a 32. versig. Ezt az evangéliumi szakaszt úgy is szoktuk jellemezni, emlegetni, hogy a tékozló fiúnak a története. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy itt nem egy fiúról, hanem két fiúról szól a történet. A kor öröklés menetét, hogyha tekintjük, akkor világossá válik, hogy mi is történt itt. Abban a korban ugyanis a legidősebb fiú örökölt mindent. A fiatalabbak a családban az egyharmadát örökölték az ingóságoknak. Tehát nem egy hatalmas vagyonról vagy összegről volt itt szó. Általában minden család megtapasztalta azt, hogy a fiatalabbak elmennek szerencsét próbálni, tehát Jézus egy olyan példabeszédet mond, ami tulajdonképpen mindenki számára ismerős. Itt is ez történt, a fiatalabbik elmegy szerencsét próbálni, az ingóságok egyharmadát kapja. Azonban szerencsétlenül jár, nem sikerül neki az élet ebben a formában, sőt, olyan mélyre süllyed, hogy a sertéseket legeltet, illetve eteti. Tudjuk, hogy a sertések tisztátalan állatok voltak abban a korban, ennek számítottak, éppen ezért olyan mélyre süllyed, amilyen mélyre egy zsidó ember süllyedhet. Azonban nem találkozunk itt sem bűnbánattal, sem ilyen belső lelki nagy erkölcsi megújulással, hanem azt látjuk, hogy a fiatal ember mérlegel. És látja, hogy itt milyen helyzetben van, az atya házában pedig a béresnek is jobb helye van. Ezért elindul haza. Itt tulajdonképpen, ami fordít ezen a történeten a hallgatók számára, az atyának a viselkedése. Nem emeli föl az ujját intő módon, nem ül otthon a karosszékbe és várja, hogy méltóztassék hazajönni a fia. Egyszerűen kinn áll az utcán és lesi, várja, hogy hát ha jön. Amikor meglátja, eléje szalad. Abban a korban a futás méltatlan dolog volt egy idős emberhez. Megöleli, megcsókolja. Tulajdonképpen a csók az egyenlőségnek a jele volt abban a korban. Utána föl is ruházza a fiát tulajdonképpen a fiúi jogokkal, ugye gyűrűt húz az ujjára, sarut a lábára, ami a szabad embereknek járt, és ugyanakkor örömlakomát ül, pontosan azért, mert örül, hogy a fia elveszett, de megkerült. A fiú nagyon jól tudja, hogy neki itt semmi joga nincsen már, itt örökölni már nem fog, a béresek között van a helye, tehát amit kér, az tulajdonképpen reális. Az édesapa azonban a fiú jogokba visszaállítja, bár kétség kívül, hogy az öröklés szempontjából már tulajdonképpen semmi nem jár neki. Jön a másik fiú, és tulajdonképpen itt most vele van a baj. Egyszer nem tud megbocsájtani, nem tudja elfogadni, hogy az apja örül, örömünnepet szervezett a fiának, mert hazatért. Benne van tulajdonképpen a féltékenység is, van benne egy kis harag, azt mondja az apjának, hogy ez a te fiad, még a testvérének se fogadja el, hanem egyszerűen elutasítja. Az apa hívja tulajdonképpen ezt a fiút is a menyegzőre, illetve a lakodalomra, az ünnepség ott van, készen áll, és a fiú most el akarja utasítani. Jézus nem zárja a történetet. Nem tudjuk, hogy az idősebbik bement erre a vendégségre, erre az ünnepségre, vagy pedig nem. Nyitva hagyja a történetet, és tulajdonképpen itt most magunknak is föltetjük a kérdést, hogy mi melyik fiú vagyunk. Az, aki bár hibákat követett el, gyöngeségei voltak, de megtért, vagy pedig az, aki nem tud megbocsájtani, aki tudja, hogy ő ártatlan, tudja, hogy ő fölötte áll mindenkinek, kemény a szíve, és ezért nem tud osztozni az ünnepségben. Tehát mindannyiunk számára föl van kínálva lehetőség, az Isten mindannyiunknak az ünnepet rendezi, és hazavár mindannyiunkat. Ehhez természetesen kell a megtérés, és kell az, hogy az ember a szeretet, az Isten szeretetét elfogadja, és arra igent mondjon. Mi pontosan ebben a bőti időszakban ezt kell tennünk, igent mondani az Istenre, megtérni, és akkor az örömünnep mindannyiunk számára fönnáll. Köszönöm a figyelmet!